Na vágjunk bele! Sziasztok! A mai az egy érdekes videó lesz. Talán emlékeztek rá, hogy néhány hónappal ezelőtt csináltam egy olyan smink videót, amiben a Krémmánia legnépszerűbb sminkjeivel készítettem el egy sminket, vagyis azokkal a sminkekkel, amik a legtöbb és legpozitívabb értékelést kapták a Krémmánián. És most néhány nappal ezelőtt eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha megcsinálnám ennek a fordított verzióját, vagyis ma a Krémmánia legkevésbé népszerű sminkjeivel fogok egy sminket elkészíteni ebben a videóban. Csak hogy értsétek, a termékeket úgy választottam ki, hogy felmentem a Krémmániára, és mondjuk rákattintottam az alapozó kategóriára, ott megkerestem a legnépszerűbb termékek opciót, majd a legnépszerűbb termékek opciónál a legvégére mentem, vagyis azok közül a termékek közül választottam, amik bár relatíve sok értékelést kaptak, de ezek nem feltétlenül pozitívak. Lesznek itt olyan sminkek, amiknek összességében ilyen 2-3 csillagos értékelése van, de lesz itt olyan is, aminek 4 csillag az összértékelése, szóval azért nem mindegyik annyira rossz, úgymond. Szóval most el fogok készíteni ezekkel a termékekkel egy sminket, és arra gondoltam, hogy közben beolvasok majd egy-két véleményt, hogy akik nem szerették ezeket a bizonyos termékeket, azoknak miért is nem lett a kedvence. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem vágjunk bele. Elsőként egy primert fogok használni, ez a Catrice Prime and Fine Keeps Me Matte Porefining Anti-Shine Base, vagyis ez egy ilyen pórus finomító, csillogás ellenes, anticsillogás, hogy mondják ezt? Mattító, mindegy. Szóval ez egy mattító primer. Az a helyzet, hogy ennek korábban nem ilyen volt a csomagolása, de igazából csak külsőleg változott, ami benne van, az ugyanaz. És ez a primer összesen 145 véleményt kapott a Krémmánián, és összesen 3 csillagos az értékelése. Akik nem kedvelik, azok azt mondták róla, hogy sem az illata, sem az állaga, de főképp a hatása nem tetszik, nem csinál semmit, mint a fel sem kentem volna, a pórusokat nem húzza össze, ugyanúgy látszanak. Ne nézzük, mit tud. Ja, le kéne venni ezt a kis biót róla. Így néz ki egy ilyen fehér krémes primer. Krémes állaga van, és azt már most meg tudom állapítani róla, hogy az illata nem tetszik. Úgy nem tudom elmondani nektek, hogy milyen illata van, de nem tetszik. Nem kellemes az illata. Hát amit most így egyből látok ezzel a primerrel kapcsolatban, az az, hogy a pórusaimat nem húzta össze. A bőrömet egy picit lemattította, de azt sem eléggé, mert láthatjátok, hogy a homlokom az még mindig csillog, szóval a mattító hatása is kevés. És nagyon nem tetszik nekem az illata, úgyhogy ez a primer így elsőre nekem sem jött be, és nem hiszem, hogy kísérletezni fogok vele, mert több szempontból sem tetszik. Alapozónak a Miss Sporty So Matte Instant Matte Finish alapozót fogom használni a 02-es Medium árnyalatban. Hát nem sűrűn láthattok a csatornámon Miss Sporty termékeket, de az biztos, hogy az Így Sminkeltem Gimiben videómban használtam ennek a márkának a termékeit, mert hogy anno évekkel ezelőtt, amikor elkezdtem sminkelni, rengeteg Miss Sporty terméket használtam, és egyébként nagyon-nagyon szerettem őket, de hát nyilván most már inkább más márkákhoz nyúlok, még akkor is, hogyha a megfizethető árkategóriában keresek termékeket. Ez az alapozó összesen 45 véleményt kapott a Krémmánián, és összesen 3 csillagos az értékelése. Akik nem szerették, azok azt mondták róla, hogy szinte semmi fedése, amikor felkentem, megijedtem, mert nagyon fehér volt, nem tudja elfedni a pattanásokat, ki is dobtam az első használat után. Egy picit bajban voltam egyébként, hogy melyik árnyalatot vegyem meg, mert a legvilágosabb árnyalat nagyon-nagyon világosnak tűnt, ez a 02-es viszont most így hirtelen sötétnek tűnik, szóval nem tudom, mi fog ebből kisülni, de nézzük. Az a helyzet, hogy ez egy eléggé sűrű alapozó. Készen vagyok az alapozással, és azt nem mondanám, hogy egyáltalán nincs fedése ennek az alapozónak, bár valóban nem túl erős,
de nekem nincsenek is olyan nagyon durva bőrhibáim, azért úgy szépen egységesítette a bőrömet, viszont én eléggé nehéznek érzem. Azt mondtam is, hogy relatíve sűrű textúrája van, és ezt úgy érzem is a bőrömön, viszont valóban van némi mattító hatása. Szóval én nem mondanám egy ilyen katasztrofális alapozónak, de hát annyira nem is vagyok elragadtatva tőle. Jöhet a korrektor, az Essence Stay Natural kis ecsetes korrektort fogom használni. Ez 201 véleményt kapott a Krémmánián, és összesen 3 csillagot kapott az 5-ből. Akik nem szerették, azok azt mondták róla, hogy teljes pénzkidobás, semmi fedése nincs, olajosan fénylik a bőröm tőle, az ecsete nem lehet eldolgozni, az adagolása dühítő. Hát ez nem hangzik túl jól. Na mindegy, kipróbáljuk ezt is. Gondolom most fél órán keresztül tekergetnem kell, hogy valami jöjjön belőle. Ah, ott van, és most biztos, hogy sokat nyomtam ki. Na mindegy. Hú, ennek is de fura szaga van. Olyan nagyon műanyag illata van. Ja, ez egyébként a melyik árnyalat? 01-es Soft Beige. Fú, nagyon nem tetszik az illata. Na, hát ennek a korrektornak gyakorlatilag semmi fedése nincsen, viszont elképesztően fénylik itt a szem alatti terület, ahol felvittem, ráadásul a szaga is borzalmas, úgyhogy ez teljes katasztrófa. Jöhet a púder, az Essence mattító kompakt púdert használom a 11-es Pastel Beige árnyalatban. Ez összesen 40 véleményt kapott, és 4 csillaga van, ami szerintem annyira nem rossz. Akik nem szerették, azok azt mondták róla, hogy kicsit sok kell belőle, nem tartós, hamar eltűnik a bőrről, nem természetes hatású, inkább olyan lisztes, többször is fel kell vinni a nap folyamán, emiatt gyorsan elfogyott, enyhén szárít és összeáll alapozóval együtt. Na jó, hát nézzük. Mondjuk most így a homlokomat szépen lemattította. Teszek belőle egy picit a szemem alá is, mert borzasztóan idegesít, hogy ennyire fénylik emiatt a korrektor miatt. Ezzel az Essence mattító púderrel egyelőre nincsenek különösebb gondjaim. Szépen lemattította a bőrömet, hát kíváncsi vagyok, hogy ez meddig fog tartani, de így első benyomásnak azt tudom mondani róla, hogy egészen jó az a kis púder. Jött a pirosító, illetve a highlighter. A Rimmel két arcpalettát fogom használni a 002-es Coral Glow árnyalatban, és nekem ez a paletta megvolt, de én még akkor rendeltem meg, amikor nem lehetett kapni Magyarországon, hanem én valamelyik külföldi webshopon rendeltem meg, és már nem emlékszem, hogy melyik árnyalat volt meg nekem, de én egészen szerettem azt a palettát. A Krémmánián összesen 49 vélemény érkezett rá, 3 1/3 csillagot kapott összesen. Akik nem szerették, azok azt mondták róla, hogy a highlighter nagyon visszafogott, a pirosító egyáltalán nem látszik, olyan, mintha nem lehetne kirobbantani a tégelyből. Nézzük akkor először a pirosítót. Ez egy ilyen szép kis barackos árnyalat. Még egyszer. Látszódik valami az arcomon? Azért látszódik, de valóban többször bele kell mártani az ecsetet. Mondjuk itt a véleményeknél nem volt ott, hogy melyik árnyalatot használták, mert hogy ugye ez az arcpaletta több árnyalatban is kapható, tehát lehet, hogy nem egyforma a különböző árnyalatoknak a minősége, meg a textúrája, de nekem ez most azért eléggé látszik, lehet, hogy egy picit túl sokat is vittem fel belőle, na mindegy. Nézzük akkor a highlightert. Szerintem ez gyönyörű. Én mondom, én próbáltam már ezt a palettát régebben, nem emlékszem már, hogy melyik árnyalat volt, de még a blogon is írtam róla, és én szerettem alapvetően.
És szerintem ez teljesen rendben van. Készen vagyok a highlighterrel meg a pirosítóval, és nekem igazából tetszik a végeredmény. Bronzosítót ezt nem használtam, mert én nem igazán szoktam amúgy sem bronzosítót használni. Nekem alapvetően nincs bajom ezzel a palettával. Nem tudom, hogy akik a negatív véleményeket írták róla, azok melyik árnyalatot próbálták, de ez a 002 Coral Glow, ez szerintem teljesen rendben van. Nézzetek meg, hogy milyen gyönyörű a highlighterem. Úgyhogy ez nekem bejön. Térjünk rá a szemöldökre, az Essence szemöldök zselét fogom használni a 01-es Brown árnyalatban. Ez összesen 57 véleményt kapott a Krémmánián, és 2,5 csillaga van az 5-ből. Akik nem szeretik, azok azt mondják róla, hogy nem lehet normálisan eldolgozni, nem fed eléggé, szétkenődik, nem tartós, maszatol, szinte nincs színe, csíkos. Az a helyzet, hogy én eleve nem nagyon szeretem az ilyen szemöldök zseléket, mert nekem ez túl pepecselős. Én ilyen kis tubusos, kefés, színezett szemöldök zseléket szoktam használni, mert azokkal tényleg így gyorsan rendbe tudom szedni a szemöldökömet, szóval nekem már alapból problémáim vannak ezzel a szemöldök zselével. Annyira béna vagyok ráadásul ilyen szemöldök megrajzolgatásban, na ezért nem használok ilyet. Tényleg, tehát hogy így nem látszik. Mi a fene? Mit kéne csinálnom ahhoz, hogy látszódjon? Na jó, ez nagyon nem. Ez az Essence szemöldök zselé, ez semmilyen szinten nem jött be nekem. Ez egy katasztrófa. Elnézést kérek azoktól, akik szeretik, de... Térjünk rá a szemsminkre, amihez a L'Oréal Paris La Palette Nude palettát fogom használni. Ez a paletta egyébként megvolt nekem, és... Nem rémlik, hogy különösebben utáltam volna, de mondjuk annyira nem is voltam odaérte. Egyébként nem ezt akartam megvenni, hanem a Rival de Loupe-nak az XXL Rose palettáját, mert hogy az hátrébb végzett a népszerűségi listán, mint ez, az viszont már nem volt a Rossmannban, úgyhogy emiatt is esett erre a választásom. Ez összesen 51 vélemény kapott a Krémmánián, és 3+1/3 csillaga van összesen. Akik nem szeretik, azok azt mondják róla, hogy elképesztően porol, nem lehet vele szépen dolgozni, szemhéjon alig látszanak, nem tartósak. Azzal kezdem, hogy ezt a világos árnyalatot eldolgozom így a szemhéjamon, hogy legyen egy ilyen szép egységes alapszín, és igen, nagyon porol, tehát ahogy belemártom az ecsetet, szanaszét hullik a szemhéjpúder mindenfele. Következőnek ezt a középbarna színt fogom felvinni egy puffy ecsettel a mélyítővonalra. Tényleg elképesztően porol, de valami brutális, hogy mennyire porol. Látszik valami a szemhéjamon? Valóban nem túl erős a pigmentáltság, és tényleg elképesztően porol, szóval ez valami hihetetlen. Hogy egy picit jobban mélyítsem a sminkemet, és legyen még több árnyék a szemhéjamon, felviszem egy kisebb ecsettel ezt a sötétebb barna színt. Úgyis ez nagyon brutális, hogy mennyire porol, de tényleg. Azért azt nem mondanám amúgy, hogy a szememen nem látszik, de hihetetlenül porol ez a paletta. Ezt a csillámos barna színt egy lapos ecsettel feltapogatom a szemhéjamra. Én azt hittem, hogy ez pigmentáltabb és fényesebb lesz. Picit intenzívebb színhatást vártam. Ez a szín is porol, de ez nem annyira, mint az előző színek, amiket használtam. Teszek még egy ilyen világos, fényes színt a belső szemzugomba, egy pici
ceruza ecsettel. Ó, az egészen szép. Elkészültem a gyors kis szemsminkemmel. Hát az biztos, hogy ez a paletta elképesztően porol. Belemártam az ecsetet, és így szanaszét röppen a szemhéjpúder. Azt nem mondanám, hogy nem látszik a szememen, de nem tudom, én valahogy többet várok azért tőle. Ez a paletta ilyen 4-5 ezer forintba kerül, szóval egyáltalán nem olcsó, így drogériás viszonylatban, és ahhoz képest én azért gyengének érzem ezt a palettát. Ennél olcsóbban lehet kapni jobb minőségű nude palettákat, szóval hát én ezt is passzolnám. Jöjjön a szempilla spirál, a Rimmel Wonderful vízálló szempilla spirált fogom használni. 53 véleményt kapott a Krémmánián, és mindössze 2,5 csillaga van. Húha! Akik nem szerették, azok azt mondták róla, hogy semmit nem tesz a pillákkal, nem dúsít, nem hosszabbít, szinte semmi festéket nem vesz fel, semmit nem csinál a pilláimmal, nem hosszabbít, nem színezi be a pillákat. Vízállónak meg főleg nem mondanám. Na hát, ezek után nagyon kíváncsi leszek rá. Ilyen szilikon keféje van. Ezen az oldalon már kifestettem a szempilláimat, úgyhogy megnézhetitek a különbséget, bár szerintem olyan nagy különbséget nem lehet látni a két szemem között. Hát, igen. Ez tényleg nem túl sok minden. Jó, hát ez a szempilla spirál, ez sajnos egyértelműen nem. És a finishben vagyunk, ugyanis már csak az ajkak vannak hátra. A Catrice Velvet Matte ajakrémet fogom használni, ez összesen 74 véleményt kapott a Krémmánián, és 2,5 csillaga van az 5-ből. Akik nem szerették, azok azt mondják róla, hogy semmi köze a matthoz, ez egy sima mezei szájfény, nulla tartósággal, színe is alig van, én a 080-as New York Spice árnyalatot fogom használni. Egyébként ennek szép színe van. Már nagyon tetszik ez a szín. Nagyon-nagyon tetszik. Így néz ki felkelve ez a Catrice Velvet Matte ajakrém. Nekem nagyon tetszik egyébként ez az árnyalat. Most várok egy kicsit, hogy bemattul-e. Vártam körülbelül 5 percet, és az a helyzet, hogy semmi nem történt ezzel a Catrice Velvet Matte ajakrémmel. Nagyon szép színe van, nagyon tetszik nekem, de ez nem egy matt ajakrém. Ez tényleg olyan, mint egy jól pigmentált szájfény, és tehát, hogy így ez valószínűleg egyáltalán nem tartós, mert hát most le is jött gyakorlatilag a számról. Úgyhogy hát sajnos ez sem igazán nyerő számomra. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy ti esetleg próbáltátok-e a videóban bemutatott sminkeket, és hogy nektek bejött-e, vagy nem. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, és kapcsoljátok be a kis csengő gombot is, mert akkor mindig kaptok értesítést, hogyha új videót töltök fel. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!